Jó napot kívánok! Az előző órákon ugye megismerkedtünk a tajvani problematikával, azzal, hogy mi is az a tajvan és miért érdemes foglalkozni vele, illetve magának a szigeten, illetve az azon működő entitásnak, államnak, államszerűségnek a főbb adatait is láttuk. Most közelebb megyünk egy kicsit a szigethez, és megnézzük Tajvannak a földrajzát, a földrajzi körülményeit. Tajvan szigete Ázsia keleti, a Csendes-óceán nyugati részén helyezkedik el. Itt ugye a Csendes-óceán nyugati szélén végig húzódik egy sziget sor, ami annak köszönhető, hogy itt találkozik az eurázsiai, illetve a pacifikus lemez a föld alatt. Ez a két ez itt nyomkodja, taszigálja egymást, felgyűri, a közetrétegeket, és így ilyen gyűrűdéses hegységek jönnek létre, amik, mivel hogy tengerben vannak, ezért számukra szigeteknek tűnnek, de így jött létre a Japán szigetsor, aztán Tajvan, Fülöp-szigetek, Indonész szigetek, Pápu, igen, egyebek, így végig a csendes óceán nyugati partvidéken látunk egy ilyen szigetsort. Ezek közé tartozik Tajvan is, s mint az összes többi szigeten, pont emiatt a, a tektonikus találkozás miatt gyakoriak Tajvanon a, a földrengések, illetve némi vulkanikus tevékenység is zajlik a szigeten. A szárazföldi Kínától, tehát az ázsiai szárazföldtől az úgynevezett Tajvani szoros választja el, ezt hogyha... A tajvani kontextusról beszélünk, akkor gyakran csak úgy hívják, hogy a szoros. Tehát, hogyha mondjuk szoros közi párbeszédről vagy szoros közi kapcsolatokról van szó, akkor itt a tajvani szorosra, illetve vannak a két partjára utalnak. De most ez a tajvani szoros, az a legkeskenyebb részén 130 km széles, a legszélesebb részén pedig 220 km széles. tehát viszonylag gyorsan át lehet hajózni innen oda, vagy onnan ide, már hogyha hagyják, és mondjuk nem ütközik az ember katonai ellenállásba. Maga a sziget az nagyjából 400 km hosszú, és a legszélesebb pontján sem szélesebb, mint 144 km. A formája alapján egyébként egy édes krumplihoz szokták hasonlítani. És amikor manapság Tajvánról beszélünk, és nem földrajzi fogalomként beszélünk róla, hanem mondjuk ilyen politikai fogalomként, akkor még hozzá számítjuk azt a 70 kisebb szigetcsoportot, amelyet a tajpéi kormány adminisztrál, és nem fogok mind a 70-en végig menni, de hármat érdemes ezek közül kiemelni. Az egyik a Pescadores, vagy kínai nevükön Penghu szigetek, ez 61 néhány szigetből áll, és a tajvani szorosnak Ja, nem is a közepén, de a közepétől nem messze található itt, vagy ezen a térképen itt. És ez egy fontos állomás volt, különösen akkor, amikor Tajvannak a központja, Tájnán környékén volt, ez volt a hollandok alatt, a csengek alatt, a csingek alatt, mint látni fogjuk. Tehát itt, amikor valami hódító vagy utazó érkezett a szárazföldről Tajvanra, akkor úgy jellemzően útba ejtette a peszkadóra szigeteket, nem is nem tudta őket megkerülni. Ez tehát egy történelmileg fontos szigetcsoport. Másik két történelmileg és politikailag is fontos szigetcsoport, a Qinmen, illetve a Mánzú szigetcsoport. A Qinmen az a hivatalos észak-kínai kiejtése ennek a szigetcsoportnak, amit dél-kínaiul, vagy a dél-kínai nyelvjárásokban különbözőképpen neveznek, Qinmennek, Kuemoynak, Kimoynak, egyébként itt mind ugyanazokról a, a, szigetekről van szó. Ez egészen közel van futján tartomány partjaihoz, 2,3 kilométerre. A másik e, ilyen szigetcsoport, ami szintén ott van a kínaiaknak, mint a szárazföldi kínaiaknak a szájában, az a Mázú e, szigetcsoport, ami pedig 9 km helyezkedik el a kontinenstől. Ez itt a Chinmen szigetcsoport, e, ez pedig itt fenn a Mázú e, szigetcsoport és vannak jelölve. Itt egyszerűen az történt, hogy amikor 1949-ben a Kuomintang csapatok, tehát a Nemzeti Pártnak a vesztes csapatai menekültek a szárazföldi Kínáról Tajvan felé, akkor ott elkötöttek minden hajót, meg csónakot, meg bár mindenféle vízi járművet, és a többség az úgy átkelt Tajvanra, de itt a parkmenti szigeteken, Chinmenen, illetve Mádzúban Hagytak katonákat, és ezeket a, a katonákat azóta se tudták a kommunisták innen kifüstölni. Az utóbbi évtizedekben persze meg se próbálták, de az 50-es években még tettek erre kísérletet. De egyszerűen itt a 49-es lendületben nem tudták folytatni az előrenyomulást a tengeren a kommunisták, mert nem maradt vízi járművük. Aztán mire összegyűjtöttek volna annyi hajót, meg csónakot, meg egyebet, hogy esélyük lett volna elfoglalni a két szigetcsoportot. Addigra már Tajvan bekerült az amerikai védőernyő alá, és akkor már nem nagyon kísérleteztek az elfoglalásukkal. Időről időre átlőttek, a Tajvaniak visszalőttek innen, ezeket nevezik Tajvani szorosi válságoknak, az 1950-es években kettő ilyen tajvani szorosi válság is volt, de ezek nem de ilyen partraszállásos kísérletek voltak, csak a távolból lövöldöztek egymásra. Itt látható, hogy milyen stratégiai eh, fontosságú helyen található Csímen is, meg Mázó is, ez itt a Csímen szigetcsoport. Ez ben van, ugye az egyik legnagyobb dél-kínai és legfontosabb dél-kínai futjeni városnak, Xiamennek a szájában. Siament, eh, tulajdonképpen katonailag, hát nem blokkolni lehet, meg lehet békni bénítani, ugye a szjámeni hajóforgalmat elvileg meg lehetne bénítani, ha nagyon akarnák. Nyilván olyan nagyon nem akarnák, mert hát az, az, az gyakorlatilag világháborút jelentene, de azért stratégiailag ez egy fontos hely. Szjámen az egyik legfontosabb déli kikötőváros, amely egyébként egyike az úgynevezett különleges gazdasági övezeteknek, dúsgazdag nagy város, hogy a 80-as évektől éppen azért hoztak itt létre különleges gazdasági övezetet, hogy a tajvani tőkét, a tajvani befektetőket becsalogassák. A másik szigetcsoport itt a Mázu szigetek, azok pedig Fuzsót, a Fujian tartományi székvárost, fővárost tudják blokkolni, hiszen ugye itt is a kikötő forgalmát le tudnák állítani, hogy akarnák. Nyilván itt ezt sem akarják, de egy konfliktus esetén azért elég fontos stratégiai pozíció az, hogy a tajvani hadsereg, a tajvani haderő, tajvani, tudom, Ágyuk, meg egyebek, azok itt vannak a szárazföldi kínaiaknak a szájában, néhány kilométerre két bocsfontosságú, sokmilliós lakosságú várostól. És természetesen a 49-et követő évtizedekben hát ezeket a kis szigeteket a part mentén elképesztő módon megerősítették, e, mindenféle bunkereket, ástak, e, csapdákat alakítottak ki, lövegállásokat alakítottak ki végül a Itt egy ilyen Chímen szigeti föld alatti gyűlésterem e, látható szúnyacen arszképével. Ma már egyébként a, a turistáknak tartják fel ezeket a látványosságokat. E, ma már nyilván más módon zajlanak a, a, a háborúk, tehát sok értelme nincsen ezeket a szigeteket ilyen módon megerősíteni, tehát ezek is ilyen karban nem tartott katonai eszközök, Csibmennek a partjainál. Ez pedig a legkisebb szigetecske, amit itt látunk, ez van a legközelebb a, a, a szárazföldhöz, ez nem, ez a csimen szigeteknek az egyik, tagja, hát itt ugye néhány száz négyzetméterről van szó, egészen közel van hozzá, ezek a felhőkarcolók, ezek már Xiamen városában vannak. Ennyire ben vannak a tajvaniak a kínaiak szájában. No, nézzük meg magát a, a szigetet, a nagy szigetet, a Tajvan szigetét, a kis szigetekről több szó nem lesz. A domborzatát az határozza meg, amit már említettem, hogy gyűrődéssel a két lemez gyűrte fel a szigetet. Tehát itt magas hegyek dominálják a, a, a szigetet. Összesen négy egymással párhuzamos hegyvonulatból áll tulajdonképpen a, a, a sziget. Ezek így észak-dél irányban végigvonulnak a szigeten, sokszor így összemosulnak, nem lehet teljesen élesen elkülöníteni, hogy éppen melyik hegyvonulatban vagyunk. A hegyek között ilyen kisebb-nagyobb tektonikus árkok vannak. Átlag magasságát szeg tekintve ez a világ hetedik legmagasabb szigete. 62 olyan hegycsúcs van a sziget, ami 3000 méternél magasabb, tehát elég sok. Viszont a legmagasabb hegycsúcsa sem több, mint 3952 méter, tehát olyan igazán magas hegyek, mint a nem tudom, Himalájában nincsenek. Ez a, a, legmagasabb hegycsúcs, ez kínaiul Yushan magyarul jáde csúcs, illetve még Morizon csúcsnak szokták nevezni. Egyébként érdekesség, hogy a különböző források egy-két métert szoktak eltérni ennek a magasságában. Ennek az az oka, hogy a gyakori földengések időnként egy-egy méterre feljebb tolják, vagy lejjebb eresztik a, a, a csúcsot, tehát nem teljesen stabil a magassága. Tehát a sziget nagy részét ezek a viszonylag magas hegyek dominálják, de örök hó az nem nagyon van, már csak a, a trópusi klíma miatt sem, de azért élen szokott hó lenni a magasabb csúcsokon. Olyan vulkánok, mint mondjuk a Fuji vulkán Japánban, vagy nem tudom, krakatau olyanok nincsenek, de egy ilyen kisebb vulkanikus övezet van, a szigetnek az északi részén, itt hát ilyen geotermikus tevékenység zajlik, tehát ilyen gőzkitörések, gejzírek, gázkitörések vannak, de ilyen rendes klasszik vulkánok nincsenek. És nyilván ez a kiemelkedés a tengerből, ez azért már jó néhány meg megtörtént, azóta ugye folyamatosan az eső mossa le a hegyek oldalából a hordalékot, úgyhogy mind a két oldalon kialakult egy-egy Ilyen e, alluviális hordalékos síkság. A Kínához közelebb eső, tehát a nyugati oldalon van egy szélesebb síkság, a nyugati e, parti síkság, amely gyakorlatilag a fő bázisa az emberi életnek a szigeten. Ennek a legszélesebb része az 50 km, a többi pontján természetesen ennél jóval keskenyebb. A keleti oldalon ott egy vékonyabb, tehát ilyen néhány kilométeres síkság alakult csak ki, ott is azért jó néhány nagyobb város létrejött. Ezt a képet csak azért mutatom, hogy lássuk, hogy ez a Jusán, a járde csúcs, aminek itt ugye egy másik magasságát adnak még, mint amit én mondtam, ez nagyjából itt a sziget közepén található. Ez pedig egy műhold kép, itt szépen elválik, ami zöld, az a hegység, és ami ilyen barnább, az a síkság ezen az oldalon, illetve ezen az oldalon itt azért felhőkbe zavarnak. Ez a Jáde-hegy, látható, hogy itt hó maradványok vannak, itt azért télen szokott esni a hó. Ez pedig ez az északi geotermikus övezet, ez most ilyen nemzeti parkként működik, és a, a földrajz órán a gyerekeket ide viszik osztálykirendulást a hiszen az egész sziget picit néhány óra alatt kocsival járművel bejárhat az egész e, Tájpéhez, meg egész közel van ez a, 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 nemzeti park. Ez is szintén ugyanez a nemzeti park, itt a olvasni tudó kedvéért kísérták, hogy meleg a víz, ne lépjünk bele, hát hogyha valaki nem látná, hogy itt is szentesen külszölög, akkor annak Kiírják. A sziget területének nagyjából a harmada ilyen hordalékos síkság, hivatalosan 31%-a. Ez a harmada művelhető a területnek, illetve nyilván a hegyeknek a, a lábait még valamelyest e, meg tudják művelni, teraszosítják, illetve tea cseréket ültetnek ide. Tehát a szigetnek a harmada az művelhető, a kétharmada az nem e, művelhető. Ez ugye erőteljesen bekorlátozza a mezőgazdasági tevékenységet kifejezetten kevés az ásványkincs a szigeten, ez ugye általában jellemző ezekre a, a fiatal gyűrűdéses szigetekre, például Japánra, hogy nincsenek mondjuk óriási, nem tudom, vasércbányák, vagy szénlelő helyek. Tajvan a minimális mennyiségű kőszén volt valaha, amit jó részt kibányáztak, és hát ott a geotermikus övezetben kén bányászható, közelben néhány ilyen földgáz lelőhely is van, és minimális mennyiségű rezet meg aranyat bányáztak valaha, de ezek mindig is jelentéktelen mennyiségűek voltak, tehát soha nem volt egy bányászati nagyhatalom a sziget. A középső Hegylánc, az egyike a négy hegyláncnak, ez számít a fő vízválasztónak kelet-nyugat fele, ugye innen vagy keletre, vagy nyugatra folynak a, a folyók. Ezek meglehetősen bővízűek és nagy esésűek, hiszen Tajvanon nagy mennyiségű csapadék esik évente, ennek ugye a nagy része az a, a hegyekbe hullik le, amik aztán gyorsan lefolynak, tehát a tajvani vízfolyások azok kifejezetten bővízűek és nagy esésűek, de rövidek, hiszen az egész sziget pici, a leghosszabb tajvani folyó 186 km hosszú, és ehhez egy elég sokat kell kanyarognia, hogy ezt a host elérje. Összesen, összesen egyébként 151 vízfolyást tartanak számon a szigeten. Ez a bővíz, meg a nagy és ez, ez egyébként azt jelenti, hogy vízi energiában viszonylag gazdag a sziget, tehát vízerőműveket bőven lehet itt építeni, építettek is. Most a, az állandó csapadék az ugye hordja le a hordalékot a síkságok felé, és ezért a síkságok azok folyamatosan nőnek. Erre például jó példa az, hogy az a Fort Zélandia nevű erőd, amit a hollandok építettek az 1620-as években, az annak idején egy kis szigetecskén át ami a Tajvan sziget partjaitól egy ilyen száz-néhány méterre volt található, tehát nem a nagy szigeten át, hanem egy kis szigeteskét foglalt el ez az erőd. Most ez a, az erőd, ez most már bent található Tájának. A, a, a központjában, tehát nőtt a szárazföld a várossal együtt. Itt persze az emberi tevékenységi szerepet játszott, de ugye az általában megfigyelhető, hogy mindenfele a folyópatakok torkolatainál azért mérhető módon nő a síkság minden irányban. Itt egy ilyen tipikus tajvani patak vagy vízfolyás, így szoktak kinézni a tajvani vízfolyások, egy magas hegyek között zúdulnak le. Az éghajlata a szigetnek, az hát egy szóval meleg, ugye átmegy a szigeten a rágtérítő, tehát nagyjából így a szahara magasságában van a sziget, de persze teljesen más az éghajlata. Itt a szubtrópusi monszum a jellemző, két monszum is van, van a téli monszum, meg a nyári monszum. Nek a, a lényege az az, hogy nyáron a az óceán felől, dél-kelet felől érkezik meleg és sok csapadékot hozó légáramlat. Nyáron marha meleg van a szigeten, és folyamatosan esik az eső. Télen meg a szárazföld felől érkezik hűvösebb és szárazabb levegő, de miután Azért eléggé délen van a sziget, ráadásul körülöleli az úgynevezett Kuroshio áramlat, ami délfelől megy északra a Japán szigetek felé, és ami egy meleg áramlat, ez ellensúlyozza a hideg hatásokat, úgyhogy télen sincs különösen hideg, nagyon rövid és enyhe a tél. A hegyekben természetesen néha esik a hó, és ott azért bőven vannak fagypont alatti időszakok, de a síksági területeken nagyon ritka az, hogy a, a hőmérő higanyszála nulla fok alá esik, tehát magyarul, hogy fagyna. A csapadék az kifejezetten sok, évi két és fél méter eső esik, és ami még egy jellemzője Tajvannak, az a tajfunok gyakorisága. A tajfun ugye az, lényegében ugyanaz, mint eh, Amerikában a, a, hurikán, egy ilyen tró, nagy, eh, több napig tartó trópusi vihart jelent, amikor nagyon fúj a szél és nagyon esik az eső hirtelen. Ilyenből évente 3-4 is eléri Tajvant. Ezen a képen a világ hát ilyen tájfú látható láthatók, itt ugye a hurikánok és ugyanazok, mint a tájfonok, csak itt máshogy hívják őket. Látható, hogy taj van, az ben van itt a tájfon a kellős közepén. Hát ilyenkor ugye felszólítják a lakosságot, hogy ne nagyon mászkáljanak odakint, meg bezárnak az iskolák. Ezen a képen azt látható, hogy a az eróziótól a hegyoldalakat ilyen oda láncolással próbálják megóvni, hogy a, a, a sárlavidák ne zúduljanak le lentül a lenti lakott településekre. Ez hol sikerül, hol nem. Tehát a tájfonoknak szoktak halálos áldozataik lenni, vagy úgy, hogy nem tudom, kicsavar egy-egy fát gyökerestől a tájfon, és rádobja valakinek a fejére, vagy pedig úgy, hogy a egyekben sárlavinát indít el, és akkor a, a sár az eltemet egy-egy házat, vagy akár egy-egy falut. Utoljára, 2008-ban a morákot, tajfunnak volt jó néhány halálos áldozata. De természetesen a tajvanért már az elmúlt évszázadokban hozzászoktak a tajfunokhoz, tehát olyan óriási katasztrófákat nem szoktak okozni. Olyan építkezési módokat választanak, amely tajfunálló és egyébként földrengés álló is, hiszen ugye földrengésekhez is hozzá kellett szokniuk. Végezetül Tajvan élővilágáról néhány szót. Itt egy kis területen óriási szintkülönbségek vannak, rengeteg csapadékkal és jó meleggel, ami ugye azzal jár, hogy rendkívül változatos a vegetáció, tehát bőven van meleg, bőven van víz, bőven vannak nagy domborzati, meg egyéb különbségek, úgyhogy egy kis területen rengeteg faj él, mint az állatvilágot, mind a növényvilágot tekintve. A földrajzosok nagyon szokták szeretni Tajvan, nem csak azért, mert a Tajvinek remek vendéglátók, és az ilyen soft power, meg kulturális diplomáciai törekvéseiknek a részeként gyakran vendégül látják más országoknak a tudósait, hanem azért is, mert szakmailag is egy nagyon érdekes terület, meg kis területen néhány percnyi vagy órányi autózással óriási különbségeket lehet látni a, a trópusi dzsungeltől kezdve a magashegységi növény-meg állatvilágig bezárólag. Sok olyan növény, illetve néhány állat is van, ami endemikus, vagyis csak itt él, tehát csak Tajvanon és sehol máshol a világon nem. Ugye a magassággal, hát így néhány száz méterenként változik a vegetáció, hiszen minden fa, fű, virág, állat az más magasságot kedvel, tehát nagyon sok faj van, mint már említettem. Ugye nyilván nagyon nem akarok belemenni a, <laughs> a dajvani állatvilágba, mert nem ez az órának a fő iránya, de érdemes megemlíteni, hogy a kámforfa nevű növény, őshonos itt, és ennek volt egy időszak, hogy rendkívül nagy gazdasági jelentősége volt. 19. században a kámfor ez egy stratégiai jellegű termék volt, mert nem csak gyógyszerekbe, krémekbe alkalmazták, hanem a puskaporhoz is adagoltak kámfor vegyületet, hogy ne füstöljön annyira. Tehát a hadi technikában volt ennek a szerepe. Az állatok közül meg a mindenféle szarvasokat meg a ilyen hegyi kecskéket, kecske, muflonszerű állatokat érdemes kiemelni, azért, mert ezek voltak a fő táplálékai az őslakosoknak évezredeken keresztül. Na most a, a síksági területeket, a 17. századtól fogva benépesítették a han kínaiak, itt kiirtották a dzsungelt, meg az őshonos növényeket, és gyakorlatilag az egészet egy óriási rizsföldé tették, tehát itt a változatosság, a biodiverzitás már megszűnt, de a sziget felét, a, a, a hegyeknek a, a nagyobbik részét őshonos erdő borítja, és most már nagyon szigorú környezetvédelmi szabályokkal védik is ezeket az erdőket, és belőtt vadászni meg. Nem nagyon lehet csak úgy elmenni, fát vágni. Tehát egy nagyon dús, gazdag, változatos vegetációjú szigetről van szó. Talán ennek is köszönheti a, a, az Íja Formóza nevet amit úgy kapott, hogy 1517-ben egy errefele hajózó portugál hajónak, az amúgy holland nemzetiségű kormányosa, de portugálul beírta a hajónaplóba, hogy elhajóztunk egy gyönyörű sziget mellett, ez aztán publikussá vált, és ez a név, hogy gyönyörű sziget, így a formóza, ez rajta maradt a szigeten, ma is irodalmi művekben meg hogyha nem akarnak szót ismételni egy újságcikkekben az újságírók, akkor szokták formúzaként említeni a szigetet. Így néz ki a kánforfa. Ha ilyet látnak, akkor tudják, hogy ennek a fának a testnedve az úgynevezett kánfor, ami egy ilyen könnyen elillanó vegyület. Itt egy tajvanos, tajvanon őshonos fekete medve látható, ez pedig a híres tajvani szikaszarvas, ami hát ma már szigorúan védett, és gyakorlatilag a kipusztulás szélén áll, és hát ilyen mesterségesen tartják, illetve ne pusztuljon ki. De hát évezredeken keresztül a fő tápláléka volt az őslakosoknak. És hát ez a gazdag élővilág ahhoz is hozzájárult, hogy a tajvani a világ egyik legsokszínűbb, leggazdagabb, legváltozatosabb konyhája. Gyakorlatilag Tajvanon bármit lehet enni. Itt ugye a, a, a Dél-Kínából hozott eleve gazdag dél konyhára rárakódtak a mindenféle helyi állatokból, meg növényekből, meg tengeri herkentyűkből készített fogások, és plusz még, ugye, a a 20. század első felében a japán konyha, 20. század második felében pedig a nyugati konyha is jelentős hatást gyakorolt Tajvanra, úgyhogy Tajvanon gyakorlatilag bármikor bármit ehetünk. Aztán a bármikor, ezt szó szerint kell érteni, mert működnek híres éjszakai piacok a tajvani városokban, tehát hogy az embernek hajnali kettőkor eszébe jut, hogy ő mindenféleképpen, nem tudom, rothasztott tófúval töltött garnéra rákot van kedve enni, mikor lemegy a, a közeli éjszakai piacra és biztos talál ilyet. Köszönöm szépen a figyelmet! A következő előadásban a tajvani őslakosokkal folytatjuk.